Vastag falak és új nyílászárók gondoskodnak a jó hőszigetelésről február óta a Nyírcsaholyi Hivatal épületében. Az energetikai fejlesztés mellett a belső felújításra is jutott a Magyar Falu programban elnyert több mint 30 millió forintos támogatásból. Toppos forrást is igénybe vettek, így a polgármesteri hivatal melletti több mint 90 éves múlttal rendelkező épület is megújult, és új házasságkötő termet alakítottak ki benne. Az ünnepélyes átadás után nem sokkal azonban szomorú hírek érkeztek, kitört a háború a szomszédos Ukrajnában, ennek kapcsán pedig Nyírcsaholy is kivette a részét a segítségnyújtásból. Ukrajnában van egy testvértelepülésünk, Verbőc Feketepatak, és így községi, közösségi összefogással az ukrajnai menekültek, illetve a testvértelepülésünk részére adományokat juttattunk ki a településre. Márciusban szintén örömteli eseményünk volt, az országfásítási, településfásítási program keretében 30 facsemetét kaptunk, amelynek az elültetése történt meg. Ezen az eseményen az Agrárminisztérium helyettes államtitkára dr. Juhász Anikó, illetve az országgyűlési képviselő Kovács Sándor volt a vendégünk. Aztán nagyon szép hagyományőrző programunk van május elején, ilyenkor a településünk közparkjában feldíszítjük a májusfát, ehhez is egy szép hagyomány kapcsolódik, illetve speciálisan Nyírcsaholyra jellemzően minden évben készítünk egy szeretett fát. Ennek keretében egy a település központjában lévő fára a helyiek szívecskéket készítenek, amelyek őszig díszítik a fákat. Májusban az önkéntesen a Tiszta Magyarországért programhoz is csatlakozott Nyírcsaholy. Ennek apropóján óvodás és iskolás gyerekeknek hirdettek rajzpályázatot, amelyben azt kellett megmutatniuk, ők hogyan kerülnék el a szemetelést. A rajzokból készült táblákat 2023 elején fogják elhelyezni a településen. Augusztus elején a már hagyományos Lapcsánka Fesztivált is megtartották, nem sokkal később pedig a Kölcsei Televízió által szervezett falusi turizmus vetélkedőn képviseltette magát a település. Az elmúlt évek közösségépítő programja sikeresnek bizonyult, az összeszokott csapat ugyanis megnyerte a vetélkedőt. Az 500 ezer forintos fődíjat pedig 2023-ban egy nagyszabású közösség program megvalósításához használják majd fel. De más tervei is vannak az önkormányzatnak. A Magyar Falu program keretében pályáztunk a művelődési házunk felújítása. Ennek a realitása jövő évben következik. A művelődési házunk fűtése már elavult. Ennek szeretnénk, ez ugye az energiaválság kapcsán egyébként is aktuális, ennek a fűtés korszerűsítését szeretnénk az elnyert pályázati összegből megvalósítani, illetve hát nagyon-nagyon régi nagy álmunk, nem csak nekem, a településnek, illetve a képviselőtestületnek is, ugye már 2017-ben pályáztunk az óvoda felújítására, amelynek kapcsán elnyertünk egy 148 millió forintos pályázati összeget, de időközben kiderült, hogy ez az összeg nem elég arra, hogy megvalósítsuk belőle az óvoda felújítását, illetve még a mini bölcsével történő bővítés is része a pályázatnak. Erre pedig egyre nagyobb az igény. Az elmúlt években sok fiatal vásárolt ingatlant és telepedett le Nyírcsaholyban, és az önkormányzat szeretné, ha az itt született gyerekek itt is maradnának. Ezért a ráemeléssel együtt közel 400 millió forintból befejeződhet az óvoda felújítása, amelyet szeptemberben vehetnek majd birtokba a gyerekek.